A magyar női kézilabda válogatott 13 év után jutott ki ismét az olimpiai játékokra. A csapat már Tokióban van, készülnek a lányok az ötkarikás játékok rajtjára. Stábunk még Siófokon a felkészülés vége felé meglátogatta a győrieket, és megkérdezte őket a felkészülésről és a tokiói esélyekről. Azért nem mondom, hogy túl frissek lennénk, de tényleg ez az utolsó hét, itt még kell dolgozni. Az edzőmérkőzések, én nagyon örülök annak, hogy győzelemmel zártuk, hiszen kell az önbizalmunknak, viszont a tanulságokat is leszűrtük belőlük, van mitben fejlődnünk, de erre valók az edzőmérkőzések, és ugye ma még lesz egy edzőmeccsünk, ott már próbálunk javítani azokon a hibákon, amiket eddig elkövettünk, és remélem ezt is győzelemmel. Nem sokára indul a járat Tokióba, és utána pedig nem sokkal egy héten belül megkezdődik az olimpia. Mennyire várod már? Nagyon várjuk. Követjük Instagramon a magyarokat, és látjuk, hogy ők már ott vannak. Tényleg az is ilyen, hogy meglátod, és ráz a hideg, hogy ők már ott vannak, és már nagyon a cél egyenesben vagyunk. Tényleg hihetetlenül várjuk. Vica, egy visszalépés is lesz az olimpián, hiszen most már hozzászoktunk, hogy az üres lelátók után ismét nézők előtt játszunk, azonban jött a hír, hogy ismét zárt kapusok lesznek az olimpia eseményei. Ez mennyiben lesz furcsa, hiszen egyetlen pozitívuma volt a zárt kapusságnak, hogy nagyon könnyen lehetett kommunikálni, úgymond a pályán belül, ez akár még jól is elsülhet, vagy azért a nézők sokkal többet tudtak volna hozzátenni? Igazából, hogyha pozitívumot keresünk, az, amit te említettél, hogy tényleg a kommunikációt könnyebb lesz megoldani. Viszont azt is hozzátenném, hogy a szurkolók mindig plusz egy főként voltak jelen a pályán velünk, és nagyon fog hiányozni az, hogy ők ott lehessenek, és szerintem ők is át akarták volna ezt velünk élni élőben, de nagyon remélem, hogy a tévén keresztül is szurkolni fognak nekünk, és tényleg támogatni fognak minket. Az Audi Eto játékosaként mész az olimpiára, és azért most már hosszú ideje nem volt magyar női kézilabda válogatott az olimpián, ez 2008 volt, tehát nyilvánvaló, neked is az első olimpiád zöld-fehér színekben. De mégis mit jelent neked az olimpia? Mire gondolsz? Milyen érzések vannak benned az kapcsán, hogy 10 nap múlva gyakorlatilag a magyar himnuszt hallva a legnemesebb versengésben tudsz majd részt venni? Tényleg szerintem minden gyerek álma az, hogy ott legyen egy olimpián. Én nagyon örülök tényleg, hogy ezt a lépést megtettem és Győrbe igazoltam, hiszen egy jó szezon tudhatok magam mögött. Tényleg sokat tanultam a csapattársaimtól, hihetetlen profizmus, ami ott van a lányoknál, és tényleg nagyon örülök, hogy a magyar himnusz most az öt karika alatt fogjuk meghallgatni. A csapattársakkal azért találkozni is fogsz, hiszen elég sok győri játékos van kint az olimpián. Beszélgetetek erről már így a mérkőzéseken kívül azóta, hogy milyen lesz majd ott egymás ellen játszani? Arról nem, hogy milyen lesz egymás ellen játszani, viszont az Eszter rakja ki állandóan, hogy már csak 20 nap, már csak 15 nap, már csak nem tudom hány nap, és vele mindig beszéltem, vagy neki mindig reagáltam erre a képére, hogy úristen, tényleg már csak 20 nap, és már olyan közel van. Szóval tartottuk a kapcsolatot, persze mindenki nagyon izgul, mindenkivel beszéltem, hogy milyen az edzőtábor, mindenkinek nagyon kemény, amit ugye jó hallani, mert a miénk se egyszerű, de szerintem tényleg mindenki nagyon várja már, és nagyon várom, hogy találkozzak velük.